Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három legfontosabb kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatai itt felül és itt alul láthatóak. A kezébe veszi a dolgokat. Odafigyel erre a csészére. És ez a pohár szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ezt figyelgeti. Vagy a te érzelmeidet, vagy az ő saját maga érzelmeit. És vannak olyan pillanatok, amikor úgy gondolja, úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alul, minden úgy a feje tetejére állt. Az érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Ez a lány utalhat az ő helyzetére, de utalhat rád is. Itt vannak külső támadások. És vagy neki kell megvédenie magát, vagy úgy érzi, hogy mások téged támadnak, és neked kell védeni magadat. De megvan nála a bizalom, hiszen tudja, hogy a halál kártyája ezt lezárja. Lezárul ez az időszak. Esetleg előfordulhat az, hogy ez egy örökösödési ügy, és itt vannak nézeteltérések. Akármelyik helyzetben is vagytok, számára fontos a belső nyugalom, ez a belső egyensúly, így mérlegeli a dolgokat. Néha úgy érzi, hogy jobb, ha tevékeny, ha jön, ha aktív, néha úgy érzi, hogy jobb, ha visszahúzódó és csendes. Mit fog tenni? Itt látható vagy te ebben a helyzetben. Itt a botok olyanok, mint egy gyufaszál, de érezhető, hogy itt van nálad egy szűkös helyzet, amiből szeretnél kilépni. Ez lehet egy munkahelyi viszony, ahol nem érzed jól magad. De mégis maradni akarsz, mert fontos a biztonság érzete, és nem mersz változtatni ezen. De ő közeledik, ad egy tanácsot, vagy lesz egy ajánlat, és szeretné azt, ha te kilépnél ebből a szűkös helyzetből. Itt mindkét kártyán az érmék láthatóak. Ez lehet egy anyagi segítség, ez lehet egy munkahelyi ajánlat, vagy jelentheti a belső értékeket is, hogy ő közeledik, segít neked, hiszen értékes vagy számára, vagy beszél veled, és elmondja azt, hogy te is tehetséges vagy. Te is tudsz nyújtani valamit. Légy tisztában ezzel, és próbálj valamit változtatni ezen a szűkös helyzeten. Ez lehet egy munkahelyi változás is. És itt látható, hogy te odafigyelsz erre az arany érmére, rendezed az anyagiakat, lesz egy munkahelyi ajánlat, és az ő segítsége által tisztában vagy azzal, hogy mennyire értékes vagy számára. De nála is vannak elvárások, hiszen ő is szeretné megkapni az elismerést. Ez a felvétel július 2-án jelenik meg. Az indiai számítás szerint a hold ezen a napon a kritika holdházban van. Ez az arany kapu az ekliptikán, ezek a plejádok és a hiádok, ők képezik ezt az arany kaput. Ezt én a Holle anyó meséjével szoktam összehasonlítani.
Mert a mai napon átmegyünk ezen a kapun, és oda kell figyelni egy új irányra, a hozzáállásunkra. Ha megvan a bizalom, akkor mi vagyunk az arany Mari. Ha nincs meg a hitünk, és feladjuk a terveinket, akkor mi vagyunk a szutykos Mari. Ezen a napon, július 2-án a nap besugározza mindkét kármikus holdcsomót. Kétú jelenti a múltat, Ráhú jelenti a jövőt. Ez a kapcsolat a nappal előnytelen. Itt vannak nehézségek, kihívások. Amennyiben a múltról van szó, vannak fájdalmas emlékek. Amennyiben a jövőről van szó, vannak félelmek, hogy hogyan tovább. A megoldás, amit a nap megvilágít, a jelent élni. Ezen a napon van egy szép kapcsolat a Hold és Neptun bolygó között, ami kihat az álmainkra, az érzelmeinkre. Azon kívül hamarosan lesz egy szextil kapcsolat, egy visszafele haladó Szaturnusz bolygó és egy előre haladó Mars bolygó között. Közelednek egymáshoz. Még nem érték el ezt a kapcsolatot, de a hatás már érezhető. Ez különösen a férfiakra hat ki, vagy valaki visszatér a múltból, vagy lesznek ilyen sorsdöntő változások, események, vagy ha eddig nem mentek előre a dolgok, akkor most itt lesz mozgás, a kapcsolat jó és előnyös. Kihat különösen a férfiakra. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ami az ő poharát illeti, amire odafigyel, ezek az érzelmek. Itt a torony vagy azt jelenti, hogy ő tisztában van az ő saját nagyságával. A torony fogva tud tartani bennünket, mint például itt ez a szűkös helyzet. Vagy úgy érzi, hogy te vagy benne ebben a szűkös helyzetben, vagy nála vannak még félelmek és bizonytalanságok. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági per. És miért áll minden a feje tetejére? Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, viszont vannak olyan pillanatok, amikor úgy gondolja, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Itt kellenek a változások. A horgony jelentheti a munkahelyet, lehet, hogy ott van ez a helyzet, hogy minden úgy a feje tetejére áll. És mit akar kiegyensúlyozni, vagy mi nyújtja számára a belső nyugalmat? Itt a gyermek utalhat a gyermekekre, vagy jelenthet egy új kezdetet, mert ő szeretne változásokat. Itt vannak a támadások, vagy nálad, vagy nála. Hogyan védi magát, vagy téged. Itt az utak jelentik a döntéseket, hiszen ő lezárja ezt a helyzetet, vagy ha téged érint, akkor mondja azt, hogy zárd le te ezeket a kapcsolatokat. Itt legyen egy új irány, egy új kezdet, amire a gyermek is utalhat. És itt a halál kártyája. Ez a kutya jelentheti a házi állatokat is, de a barátságokat, hogy ő lezár bizonyos kapcsolatokat a baráti körben. Vagy ő úgy gondolja, hogy nálad vannak ezek a támadások, ez az igazságtalanság, és ezt érzi, ki is fogja mondani, hogy zárd le ezeket a hamis kapcsolatokat, hamis barátságokat. Mit nyújt számodra? Itt
Itt az egerek láthatóak, és az egerek el tudnak távolítani valamit. Ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ez lehet például egy kiadás, vagy azt is jelentheti, hogy elmúlik a munkahely, hiszen ott egy szűkös helyzetben vagy, hiányzik a megbecsülés, és ő azt tanácsolja, hogy mondj fel, hogy az egerek távolítsák el ezt a munkahelyet, hiszen lesz egy új ajánlat. Itt a szűkös helyzet azért van, mert kell számodra a biztonság érzete, és kell ez a jó anyagi helyzet. Lehet, hogy emiatt eddig még nem tudtál dönteni. Viszont ő azt ajánlja, hogy legyen egy változás, hiszen az a pénz, amit fizetnek neked, az kevés, mert a tehetségedet nem honorálják. És milyen lehetőségeid vannak? Ez kicsit nehéz ugyan, de mégis megjelenik itt az aranyérem, nála is az aranyérem, és akkor ő azt mondja, azt közli, hogy ne add fel a céljaidat, itt a hegy csúcsa legyen a célod. És akkor is, ha ez az út nehéz, mire eléred a hegy csúcsát, mire eléred a céljaidat, menj tovább, ne add fel, legyen meg ez az életerő, és az egerek majd segíteni fognak, hiszen el tudják távolítani a szűkös helyzetet, el tudják távolítani az akadályokat is. Az ő jelenlegi energiája, itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, ő ügyel arra, hogy a kapcsolatai jól alakuljanak. A gyűrű jelenthet szerződéseket is, vagy azt, hogy visszatér hozzád. És a te napi energiád. Itt van a szív, a szerelem. Te érzed azt, hogy ő gondoskodik rólad, közeledik hozzád, segíteni fog neked. Ez a szív nem csak a párkapcsolatot jelenti, hanem mindazt, amit szeretsz, és ez lehet a hivatásod is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!